Az M1 riporterei szerte az országban azt tapasztalták, hogy a legtöbben betartják a járványvédelmi szabályokat. A mozikban és színházakban az új rendelet szerint minden harmadik székre lehet csak ülni, ami a családokra és a párokra is vonatkozik. Ezen kívül éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás van érvényben néhány kivétellel. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, és ha kell, bírságolnak is. Már az üzlet bejáratánál felirattal figyelmeztetik a vásárlókat a kötelező maszk használatra ebben az esztergomi ruhaboltban. Az üzlet forgalma jócskán visszaesett a járvány miatt, de az eladó szerint a vásárlók együttműködőek és betartják a szabályokat. Az M1 stábja ebben a Békés Csabai bevásárlóközpontban is azt tapasztalta, hogy a legtöbben helyesen viselik a maszkot. Sok helyen megfordulok, nekem nem okoz gondot. Vannak azonban olyanok is, akiket figyelmeztetni kell. A hozzánk látogatók 99%-a érti, tudja és saját maga önkéntesen hordja a maszkot. Ugyanakkor nyilván van néhány olyan eset, amikor figyelmeztetnie kell a biztonsági szolgálatnak a belátogatókat, hiszen belép valaki a közös területre, automatikusan még nem veszi fel a maszkot, de a tapasztalat az az, hogy első szóra egyetlen jelzésre már reagálnak, elnézést kérnek és felveszik. A egyháztartásból érkezők sem ülhetnek egymás mellé. Mostantól a Veszprémi Petőfi Színház nézőterén csak minden harmadik széken ülhetnek a nézők. Erre már a jegyek eladásakor is figyelnek. Számos más biztonsági intézkedést is tett a színház. Belépéskor kötelező a kéz fertőtlenítése, és egy fertőtlenítő kaput is felállítottak, ami a ruháról távolítja el a kórokozókat. Itt ül az édesanyja egy 4 tagú családból, 2 széket kihagyunk. Itt ül az első gyerek. Két-két széket hagynak ki a mozikban is. A szabály az együtt érkező családokra és párokra is vonatkozik. Tehát ami eddig egy tranzakció volt, tehát együtt vásárolták a jegyet, együtt érkeztek a helyszínre egy háztartásból, őket is most szeparálnunk kell két-két helyjel, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 4 tagú család egy ekkora teremben egy teljes sort elfoglal. Új szabály az is, hogy éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás van érvényben, néhány kivételtől eltekintve. A rendőrségnek már több esetben is intézkednie kellett, mert voltak, akik megszegték ezt a szabályt. És olyan is előfordult, hogy többször is rendőri segítséget kellett kérni egy trolibusz vezetőjének, mert egy utas nem volt hajlandó felvenni a maszkot. Néhány méter megtétele után a férfi levette a maszkot, így a buszvezető ismét a rendőrök segítségét kérték, akik újra fölmentek a trollira. Ekkor a férfi már a maszkot sem volt hajlandó fölvenni, viszont nem volt hajlandó leszállni a trolliról, ezért vele szemben testi kényszert kellett alkalmazni kollégáinknak. A rendőrség továbbra is szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és akár be is zárhatják a helyet, ha nem tartják be az előírásokat.